A kurdiak apraja nagyja jelen volt a falunapi ünnepségen. Többek között iskolások, óvodások, táncosok adták a műsort a helybeli művelődési ház udvarán. Az elmaradhatatlan főzőverseny is elkezdődött már korán reggel. Wilhelm Zoltán, önkéntes tűzoltó parancsnok, 5. éve vesz részt barátaival főzőversenyekben, tavaly 3. lettek. Szerinte a pörköltet hagyományos módon kell készíteni. Semmi más nincs benne, csak sertészcont, füstölcsülök, magyar fűszerek, hagyma, paprika, paradicsom, fokhagyma, rengeteg fokhagyma, ez adja meg az ízét, és az autentikus magyar fűszerek, a paprika, törött bors, ami ugye nem magyar, de szerves része a magyar gasztronómiának, és tulajdonképpen ennyi. Ez a titka az egésznek. Lassú tűzön megfőzve, és szerintem szuper finom. Közel a 20. falunapot ünneplik a Tolna vármegyei kurdon. A polgármester Müller Nándor szerint nagyon fontos, hogy a falu lakói egy évben egyszer összejüljenek, és önfeletten szórakozhassanak, kikapcsolódjanak. Az idei falunapunk esetében legfőképpen a nehézségekről tudnék beszélni, mégpedig anyagi nehézségekkel küzdöttünk, de egy pillanatig nem volt számunkra kérdéses az, hogy megtartjuk a falunapot. Úgy a képviselőtestület, mint a hivatal dolgozói egyértelműen azt mondták, hogy nyilván egy picikét más az idei falunap, nincs annyi neves fellépő, mint az elmúlt években, de lehet, hogy nincs is erre szükség. Lehet, hogy számunkra sokkal fontosabbak a saját óvodásaink, a saját kis tűzoltóink, a saját iskolások és a Kaposmente Néptánc Együttes. Nem beszélve a Hangzavar Együttesről, akik szintén fellépnek az idei falunapunkon. A gyereknapot is most tartották, légvárat és egyéb gyerekeknek való játékot, programot hoztak az ifjabb korosztálynak kurdon a falunapi ünnepségre.